Sziasztok! A mai videóban a januári kedvenceimet szeretném nektek bemutatni. Lesznek random kedvencek és beauty kedvencek is. Szerintem kezdjük a beautyval. Jó. Az első, amit megmutatnék, az egy hajbalzsam. Még január elején vettem ezt az Inekto kókuszos kondicionálót, ami nagyon-nagyon bevált nekem. Még ezt nem használtam, volt már az Inektótól egy ilyen hajpakolásom, és az is nagyon jó volt. Úgyhogy gondoltam, hogy most megveszem ezt magamnak. És valami hihetetlen jó puha tőle a hajam, könnyen kifésülhető, úgyhogy imádom, tényleg nagyon-nagyon bevált. Lehet, hogy meg fogom venni a sampont is, és kipróbálom azt is, mert ez nagyon-nagyon jó. Aztán van itt egy tusfürdő, amit hát csak az édes flakon tudom már megmutatni, mert hogy elhasználtam. Ez az Yves Rocher-nek volt a vörös elfonyás és mandulás tusfürdője, amit úgy kaptam, ajándékolt a gift szövetem. És ez egy fantasztikus illatú tusfürdő volt. Én ezt elkezdtem használni szintén valahogy január elején is. Hát látjátok, hogy elhasználtam, elfogyott. Nagyon jó volt, kár, hogy ez csak limitált. Aztán itt van az illat kedvencem ebben a hónapban, ugyanis egész hónapban ezt az Avon parfümöt használtam, ami az Outspoken Party by Fergie illatú parfüm volt. És nagyon jó illata van. Édeskés, fűszeres, hát nem is tudom, egy ilyen, mondhatnám, hogy tipikus Avon illat, de tényleg valami hihetetlen fantasztikus. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Aztán van itt két olaj. Az egyik az ez az Orofluido olaj, lehet, hogy már csak az alján legyül egy kicsi, de már gondoskodtam az utánpótlásáról, mert fantasztikus. A hajmosás után a törölköző száraz hajamra szoktam felvinni, így innentől nagyjából, tehát csak így a végeire, így. Egy olyan, hát nem is tudom, egy icipici mennyiséget, de tényleg kicsit. És belemasszírozom, és valami hihetetlen puhává teszi a hajamat. Nem tudom, hogy látjátok-e, de sokkal egészségesebbnek tűnik a hajam, mióta így ilyesmiket használok rá, úgyhogy nagyon meg vagyok vele, elégedve nagyon jó, úgyhogy meg is rendeltem belőle a 100 ml-s kiszerelést, mert mindenképpen használnom kell, muszáj. Jó, aztán van itt egy másik olaj, ami a NYX-nek a száraz olaja, ezt pedig mondtam már, hogy nagyon jó ez az olaj, csak kicsit olyan, hát ilyen locsolókörni szaga van, és a hajamot nem bírom elviselni. És most, hogy beteg vagyok, kiszáradt nagyon az arcom, meg úgy minden bajom volt, az orrom körül is minden, és ezt használtam az arcomra, ezt az olajat, mert úgy lehet használni testre, arcra és hajra, és nagyon jó puha lett tőle, meg úgy tényleg hidratálja, úgyhogy nagyon örülök, hogy kipróbáltam rá. Ebből meg aztán még kevesebb kell, tényleg egy-egy csepp elég bőven így az arcomra, úgyhogy nagyon jó. Van itt egy olyan is, ami igazából egy eszköz, beauty eszköz fogjuk rá. Ez a Da Vinci-nek ez a szappanja, amivel ecseteket lehet tisztítani. És nagyon jó, egy ilyen cukitisként dobozban érkezik, és ilyen citrusos illata van, és nagyon megkönnyíti az ecsetmosást, nagyon gyors tőle az ecsettisztítás, úgyhogy nagyon meg vagyok vele elégedve. Hát, annyira végül is nem fogy gyorsan, úgyhogy teljesen jó ez az ecsetmosó szappan. Nekem jobban bevált, mint amit eddig használtam, ilyen folyékony szappanos, babosamponos mosogatás, annál sokkal jobb. Jó, és van itt még egy zsepi. Képzeljétek el, hogy voltam a Müllerben, és van ez a Soft Star elnevezésű zsepi családjuk, és valami hihetetlen gyönyörűek a csomagolások, majd mutatok a hol videóba is, de most ezt mutatom, mert ez a kedvencem. Ez ilyen újra papírból készült, tudjátok, ilyen újrahasznosítottból, és ilyen csodaszép rózsás, tényleg fantasztikusan szép ez a csomagolás, és hát sajnos már átlépem, mondom, beteg vagyok, de ez egy 100 darabos papírzsakkendő volt, és 325 vagy 350 forintba került, úgyhogy nagyon olcsó is, úgyhogy ezt nagyon tudom nektek ajánlani. Én ilyet fogok most már csak várni szerintem, mert annyira jó. Van kockadobozban is, azt majd mutatom a hol videóban. Azért nem tudom most, hogy 320 vagy 350 volt, mert valamelyik drágább volt, szerintem ez volt a 325-ös. Úgyhogy kockadobozos is, és azok is nagyon szépek. Nézzetek rájuk, mert olcsó is, tök jó, és puha is.
Jó, és akkor egy lett volna ilyen beauty, jöhet a random. Randomban is volt egy illatkedvencem, méghozzá a Kringle-nek ez a ginger root elnevezésű viasza, ami nyilván egy gyömbér illatú viasz, és sokat illatosítottam ezzel ebben a hónapban, nagyon-nagyon szerettem, és tényleg most is ez egyébként, vagy párolog, mert nagyon jó gyömbér illata van. És van itt két olyan kedvencem, ami azt könnyítette meg számomra, hogy a tervezés-szervezés egy kicsit jobban menjen, és nagyon hasznosak. Az első az ez a DM Life bookja, ami tudjátok, hogy egy ilyen határidőnapló, és valami hihetetlenül jól ki lehet használni, ugye nyilván határidőnapló, de tényleg nagyon-nagyon jó. Úgyhogy erről készítettem már egy videót, azt majd linkelem, és nézzetek meg, hogyha érdekeltek, hogy ez milyen belülről, mert nagyon-nagyon jó. A másik pedig egy, ez egy karácsonyi ajándék volt, karácsonyra kaptam ezt a noteszt, ez egy Paper Blanks notesz, és hihetetlen szép, kemény táblás van benne, ugye ilyen kis gumis, és ez a notesz most már az egy YouTube-os és blogos kis füzetkém. Ebbe írom az összes ötletet, az összes mindent, aminek benne kell lennie videóba, azt, hogy mikor milyen videó van, és itt ezt használom így az ilyen blogos és YouTube-os tervezgetésre, és valami fantasztikusan bevált rá, és tök jó, mert na most ezeket kiveszem. Itt a hátuljában van egy ilyen kis mappa is, és ide mindenfélét be lehet tenni, úgyhogy tényleg nagyon jó ez a noteszka. Nagyon köszönöm, hogy ezt így megkaptam karácsonyra, mert nagyon-nagyon hasznos számomra. Na, hát ezek lettek volna a januári kedvenceim, így a videó végére hangom sem maradt, se baj. Úgyhogy köszönjük, hogy megnéztetek, lájkoljátok, hogyha tetszett, és írjátok meg, hogy ti mit szerettetek meg a januárban. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, ha még nem vagytok feliratkozva, akkor iratkozzatok fel, légy szíves, mert ez nagyon jól este nekem. Sziasztok!